A Zord 2014-ben alakult egy különleges észak-kelet-szibériai turné kapcsán, amikor is hárman, mínusz 50 fokban faluról falura koncerteztünk, olyan helyeken játszottunk, ahol addig nem jakut vagy nem orosz ember nem is járt. És az egyhetes turné végén, amikor hazaértünk, úgy döntöttük, hogy megtartjuk ezt a formációt, fel is vesszük a zenéket, és folytatjuk azt, amit ott elkezdtünk Szibériában. A zenénk eredetileg moldvai csángó gyökerekből táplálkozik, de ezeken messze túlmutat, és teljesen átformáltuk. A legutóbbi lemezünk február 28-án jelent meg, a Sailors of the Intergalactic Steppe, és ez a lemez igazán olyanra sikerült, amilyenek a zenekar tagjai. Elhagytuk már a moldvai gyökereket, egy-két mélyen megbújó gyökérszából még táplálkozik a muzsikánk, de alapvetően egy jóval nagyobb térben, kontinenseken és kultúrákon átívelő muzsika az, amit játszunk. A Zord zenéje különleges hangszerelésben készül, hiszen az egyik legősibb hangszer, a doromb játszik benne főszerepet, az ének, a hegedű, a citera, valamint a dob. A zenekar zenei producere pedig Rafał Kołaczynski, Pracsász, aki egy varsói zenei producer, Európa egyik legjobb világzenei producere. Ő keverte a zenénket, és ő valósította meg azokat a zenei gondolatokat, amiket mi csak éreztünk, de ő ezeket tulajdonképpen hangzóanyaggá tudta formálni. Az Zordban hárman zenélünk, Drabant Béla hegedül, énekel és citeren játszik, Almási Krisztián dobol, én pedig elsősorban dorombon játszom, de mindannyian más zenei közegből jöttünk. De ezek a zenei közegek nagyon energiadúsak, nagyon izzó zenei közegek, és ezeket az energiákat belezömítjük a Zordba. Nem véletlenül a zenekar neve Zord két óval, azaz kicsit állatias is, nem csak simán rideg és hideg, hanem még állatias is. És ezek a zabolátlan energiák valahogy felszabadulnak bennünk muzsikálás közben. Bízunk benne, hogy a hallgatókban is, és a jövőben majd a koncertet látogatókban is.
A doromb a világ egyik legősibb hangszere. Én viszonylag szerencsésnek vallom magam emiatt, hiszen édesapám Szilágyi Zoltán a világ egyik legismertebb doromkészítő mestere, és én ebbe beleszülettem. A hangja részben nagyon ősi, de nagyon modern is tud lenni, hiszen analóg szintetizátorokat, számítógépeket meghazudtoló különleges hangzásokat lehet vele előállítani. Az a jó a doromban, hogy mi magyarok is saját magunkénak érezzük, de ugyanúgy Szicíliában, vagy Szibériában, vagy Japánban is saját magukénak érzik az emberek. Azaz a világ egyik leglokálisabb, de másfelől pedig a legglobálisabb hangszere. A doromb nagyon sokféle tud lenni, fémből készül, roppant egyszerű és primitív a felépítése, nagyon is könnyű megszólaltatni. Vannak egészen magas hangú hangszerek. És vannak mély dorombok is. Minden fa a tátaján,
köszönjük, hogy zordra utaztok Szibériától Kiskunságig. Ne hagyjátok abba. Színpadon. Még mindig. A zord! Az zord zenéje, ha bár népi hangszereken adjuk elő, mégsem népzene. Játszottunk elektronikus tánczenei fesztiválokon, olyan fesztiválokon, ahol előtte még népzene soha nem szólt, tényleg nem is játszunk népzenét, és erre a zenére való nyitottság egyre inkább kialakult az emberekben, hiszen sokan keresik a gyökereket, azokat a hangzásokat, amik lehet, hogy mindenkiben valahol ott rezegnek, csak nem tudott róla, nem hallotta még, de amikor megszólalnak ezek a hangok és ezek a hangszerek, ez a felhangokkal teli hangzás, akkor érzi, hogy hú, valami így kinyílt bennem, és egyre inkább befogadóbbak az ilyen jellegű zenére az emberek.
legújabb lemezünk, a Sailors of the Intergalactic Steppe egy tovább gondolása annak, amit eddig mi világzeneként adtunk elő, és nekünk nagyon tetszik ez a vonulat. A lemez különleges módon készült el. Az első felét még Covid előtt vettük fel, a második felét viszont kénytelenek voltunk egy új helyszínen, nem egy rendes stúdióban, hanem a zenekartársam Béláék tanyáján, teljesen autentikus környezetben felvenni, és ott volt idő kidolgozni azokat a hangokat és hangulatokat, amik úgy érezzük, hogy eddig nem jelentek meg a zenénkben, viszont ezek után mindenképpen szeretnénk megtartani őket, hiszen ezek az ősenergiák, amik részben a hangszerekből, részben pedig belőlünk táplálkozik, ezek nagyon tolják a zenét, tolják a zenekartagokat, és remélhetőleg tolják a közönséget is.
Amikor a Zordot megalakítottuk, kifejezetten az volt a célunk, hogy különleges helyekre jussunk el, és ez eddig be is vált, hiszen volt japán, kirgiz, szibériai turnénk, kitörő vulkánlábánál turnéztunk, stb. És idén nyáron pedig a Feröer-szigeteken rendes turnét sikerült lekötni, abban az esetben, hogyha lehet menni. Ezt már tavalyról hoztuk át idénre, ezt a koncertturnét. Több magyarországi nyári meghívásunk is van. Ezen kívül workshop turnét csinálunk, folytatom a dorombos oktató videóknak az elkészítését. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy lehessen menni, lehessen koncertezni, izgalmas meghívásaink vannak különleges helyekre. Nagyon bízunk benne, hogy ezt mind meg tudjuk valósítani.